Csak nem 4 évvel ezelőtt, pár héttel az akkori választások előtt így indult el a békemenet a fővárosban. A szervezők szerint a tömeggel azt akarták demonstrálni, hogy egy az ország, ez volt írva a molinójukra is. Többé nem posztkommunista utódpártok használják az országot anyagi és hatalmi érdekeik szerint. Akkor így érveltek a Fidesz kormány támogatása mellett. A menet a Hősök terére vonult, hogy meghallgassák Orbán Viktor beszédét. A békemenet civil kezdeményezés, de a szervező civil összefogás fórumot mások mellett a Fidesz pártalapítványa is rendszeresen támogatja, illetve állami cégektől is több százmilliós adományt kaptak az elmúlt években. Bár 2012 és 2014 között összesen 6-szor vonultak fel Budapesten, az elmúlt kormányzati ciklusban egyszer sem volt békemenet, mostanáig. A meglepetésre ellenzéki győzelmet hozó vasárnapi hódmezővásárhelyi polgármesterválasztás után egy nappal Bayer Zsolt a kormánypárti Echo TV-ben bejelentette, március 15-én újraindul a békemenet. Ezt azzal indokolta, hogy az ellenzékiek, idézem, reményt kaptak, elhiszik, hogy erősek lettek, és a mi álmunk szertefoszlott, mutassuk meg, hogy vagyunk egy páran. A választás másnapján Orbán Viktor is arról beszélt a HVG-nek, hogy fel kell pörgetni a kampányt. Ha mi nyerni akarunk, akkor a mi közösségünknek 2-3-szor annyi erőt kell mozgósítani, mint az ellenfelének. Ez most is így van, 2-5 erővel kell dolgozni. A Fidesz azt mondja, nem ők kérték, hogy legyen békemenet. A Fidesz üdvözli a békemenetet. Üdvözli a békemenetet. Az MSZP párbeszéd miniszterelnök jelöltje szerint a Fidesz megijedt a választási vereség lehetőségétől, ezért hívják utcára a híveiket. Az napnál világosabb, hogy a Fidesznek tele van a gatyája, és most megpróbálnak valamit kitalálni annak érdekében, hogy ne veszítsék el ezt a választást. Szeretném mondani, ez nem fog sikerülni. Az MSZP párbeszéd már korábban bejelentette, hogy ők március 15-én a Szabadsághíd Pesti hídfőjéhez várják az embereket. Orbán Viktor a Kossuth téren beszél, a békemenet végállomása is az lesz. A békemenet meghirdetése után a kétfarkú kutyapárt a Facebookon jelentette be, hogy a viccpárt is szervez egyet március 15-ére. Azt írták, idézem, Magyarország a két békemenet országa lesz.